Általában egy, maximum két halál után azt mondom, hogy ezzel nem éri meg szenvedni. Ez nem ad nekem plusz élményt, hogy itt pattogok. A francokkal szórakozni. Sziasztok! Ahogy ígértem, most megosztom azt a jetpack-es szerkezetet. Nem jó, nem tetszik, hogy jetpacknek hívom, nem is a hátán van, de lábából jön jetlag. Legyen jetlag, tényleg. Most már ez lesz a videó címe is. Mondjuk ti tudjátok. Szóval ezért lett ez a videó címe. Annyira rövid hangzik. Amit ugye a live-ban láttatok, hogy XP-vel működik, és hát repültök. Ki be lehet kapcsolni a répás horgászbot segítségével, de aki nem látta, annak most úgyis meg fogom mutatni. Egy-két apró változtatást ejtettem csak rajta. Ugye give, játékos név command block, a sima alap command block, ctrl-c, ctrl-v, always active, de ott van a tutorial a leírásban. Aki még mindig nem tudja ezt, hogy kell. És akkor legyártja ezt a szerkezetet. Tök jó. Hát igen, most ilyen icipici lett, mert hát igazából nem sok minden van benne. A szokásos törlés, a tárgyak ezúttal. Van ez a páncélállvány, ez az XP töltő. Ugye én eredetileg ezt a Ender kristályt használtam, de ezt igen veszélyes kitörni, mert hát robban egyet, úgyhogy úgy döntöttem, hogy cserélem. A repülés botja, amivel be lehet ezt kapcsolni, és van egy ilyen repülés bőrcsizmája. Ez igazából azért hasznos, mert van rajta egy enchant, amitől kevesebbet sérültök, hogyha leestek. Ha mutatom ezt az XP-töltőt, ha így lerakom, akkor egy ilyen zöld felhő van. Kiütni ezt úgy lehet, mert ez most meg van csinálva, hogy kézzel ne lehessen kiütni, hogy kidobtok egy tárgyat hozzá, és akkor eltűnik. Ja, és úgy csináltam meg, hogy csak akkor törlik a tárgyat, hogyha valaki kreatív módban van a pályán, tehát valószínűleg építi a pályát. Most átváltok így túlélőbe, és így vágom hozzá a kommandokat, tehát nem fog eltűnni. Tűnj már el, nem tűnik el. Ha megnéztétek, akkor a live-ban úgy csináltam meg, nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy észre lehetett venni. Folyamatosan az első slotra rakta ezt a repülés botját, és a játékosra meg ide a cipő slotra rakta ezt a csizmát. A replace item parancs futott így folyamatosan, most ezt így kivettem, tehát hogy így nincsen így a játékoshoz kötve. Az sincsen benne, az eredetiben sem volt egyébként, hogy ezt a cipőt kötelező viselni, ahhoz, hogy repüljél. Nem, elég, hogyha a horgászbotot használod. Na, átváltok így, hogy látszódjon az XP. Hát most megnyom, akkor ugye folyamatosan fogy a szinten, ha még egyszer megnyom, akkor megáll is leesek. És igen, van ilyen füstefekt is, sőt, kifejezetten jól néz ki, ha közben lefelé nézek. Ja, a cipőt meg ugye felveszem. Húzom a csíkot. És hát leraktam így pár platformot, hogy így repülhessek. Hát igen, még gyakorolni kell. Hát van egy olyan funkció, hogyha nyomba tartod, akkor így... Hát így... Azt nem mondom, hogy egy helyben, mert pattog, mert ugye kibe kapcsolja, de így nagyjából így egy szinten mozog. Most megpróbálok... Hova? Oda. Az jó, azt jó magasra raktam. Hú, nem is olyan egyszerű. Vajon elér odáig? Nem hiszem. Azokat nagyon magasra raktam. Hát nem. Hát igazából ennyi ez a szerkezet, tehát mindent elmondtam. Megmutatom kívülről is, így néz ki, így jön a cipőmből a füst. Ja, egyébként hangot is ad ki, most nálam le van véve, meg... De szerintem a videóban hallatszódni fog, hogy ilyen sistergős hangot ad ki. Egyébként a működés nagyon egyszerű, ugye van egy score, hogy hányszor használjuk ezt a lépás horgászbotot. Ezt mutattam már párszor, még egy külön videót is csináltam, hogy hogyan lehet ezekből többet is csinálni. Szóval, hogyha használtuk ezt a répás horgászbotot, ugye ez a score, ennek az értéke 1 lesz, akkor kapunk egy ilyen effektet, mutatom, egy ilyen levitációt, és emiatt megyünk fölfelé. Meg ugye megjelenik a füst is, meg a hang is, meg folyamatosan mondja le az XP-t. Ha elfogyott az XP, akkor lenullázza ezt a score-t, és akkor ugye nem fog megjelenni a füst, meg nem fog lejátszódni a hang, illetve van egy másik parancs, ami arra figyel, hogy ha nulla ez a score, akkor vegye le az effektet. Hát nincs sok parancs, szerintem gyorsan végigzongorázom őket, ez most tényleg olyan kicsi, hogy itt most gyorsan végig tudok rajta szaladni. Na, ez az a parancs, adunk a játékosnak egy effektet, akinek ez a bot 1, ez az, hogy használtam a répes horgászbotot, és az XP-je legalább 1. Ja igen, föl van véve egy XP score is, ez azt számolja, hogy mennyi XP-d van, tehát nem a szintet, az XP-t.
Ez azért van így, mert eredetileg úgy akartam, hogy hát van ugye ez a csík, hogy mutassam így, van ez a csík itt lent, és ahogy telik be, ez ugye egy ilyen zöld rész így megjelenik rajta, és folyamatosan nő, és azt akartam, hogy ez lesz az üzemanyag, és ez így folyamatosan fogy, de sajnos XP-t nem lehet levenni, csak szinteket, úgyhogy kénytelen voltam ehhez igazodni. Ez a parancs, ha megnézitek, hogy ha bot nulla, akkor vegye le ezt a levitációt. A levitáció elintézve. Aztán, hogyha bot 2, akkor nullázza le. Hogyha másodszorra használom, tehát hogyha a repülés közben még egyszer használom a botot, akkor 2 lesz, és az lenullázza. És akkor ugye így reszetelődik, aztán még egyszer használom, akkor 1, ha még egyszer használom, akkor 0. Remélem nem magyaráztam túl. Itt van az, hogyha szintén, hogyha repülésben vagyunk, be van kapcsolva, akkor vonjon le egy szintet. Aztán egy másik fontos parancs, ha 0 XP-nk van, akkor a bot is legyen 0, ez ugye azt jelenti, hogy a repülés közben elfogyott a nafta. Ez az effekt az XP taggel rendelkezővel, ez egyébként az Armor Stand, egy particle effektet futtat le, vagy particle parancsot futtat le, hogy ez a zöld füst, illetve köd. Aztán itt van még az érdekes rész. Ha a játékos belemegy ebbe a zöldségbe, akkor tök mindegy, hogy mennyi szintje van, ő föltölti ezt 39 szintre. Mutatom. Hát most pont 39 van, egy kicsit fogyasztok belőle. Tök mindegy, mennyi van, belemegyek, akkor 39-re állítja be. Nem folyamatosan növekszik, meg nem ugrál, hanem beállítja 39-re. És ezt úgy éri el, hogy ha kevesebb van, akkor lenullázza, és aztán föltölti. Na azért kell ez a körülményes dolog, mert az XP parancsnál nincsen set. Tehát írhatok olyat, hogy XP, és akkor mennyit adok hozzá, vagy mennyit veszek el. Tehát innentől kezdve 1, akkor ugye 1 XP-t kapok, ha L betűt írok mögé, akkor egy egész szintet kapok. Illetve még szintet tudok elvenni. És ennyi tudok csinálni. Nincsen olyan, hogy set, és akkor 39 legyen pontosan. Úgyhogy trükközni kellett, hogyha kevesebb van a maxnál, akkor nullázzuk le, és aztán pedig adjunk hozzá annyit, hogy max legyen. Tehát mutatom, az egyik parancs. Ez az Almost Stand-en lefuttatom azt, hogy a játékos, aki rajta áll, az veszítse el, hát 999 szintet, igen, biztosra mentem, hogyha a szintje az csak 38, ez az L egyenlő 38. Aztán, itt majdnem ugyanaz, csak kapjon 2920 XP-t, hogyha 38 szintnél kisebb van neki. Azért csináltam 2920-szal és nem 39 szinttel, mert akkor fog úgy kinézni, hogy ha belementek, hogy ez a csíki teljesen zöld. És hát ha elfogy nyilván, akkor meg ugye nem zöld a csík. Tehát ugye egy fokkal látványosabb, csak emiatt van ez. Egyébként lehetne simán ugye 39 ellet is írni, és csak akkor nem lesz ilyen zöld az a csík. Aztán a következő, ugye az a particle, ami ezt a füstöt húzza a játékos után, hát annyi, hogy a játékossal lefutatom, hogyha ez a dolog aktiválva van, tehát a bot 1, hogy legyen ilyen particle, aztán ugyanez hanggal, és végül a törlés, az úgy néz ki, hogy lefuttatom azzal a játékossal, aki kreatívban van, hogy lefuttatom a tárgyal azt, hogy öljen meg a hozzá legközelebb álló Armor Standet, illetve aki ilyen R1 sugárba benne van. Ugye nyilván, hogyha senki sincs kreatívban, akkor még az eleje nem teljesül, tehát a tárgy nem tud, illetve nem fog törölni. A GIF parancsokban nem megyek bele, mindig mondom, hogy használtok GIF generátort, azokkal meg lehet csinálni. Talán ez az Armor Stand itt az érdekes. Ez ugyanis úgy működik, hogy az első parancs lesz az, igen, hogy hát ugye kérek egy Armor Standet, és én olyan Armor Standet szeretnék, amit hogyha lerakok, akkor az láthatatlan legyen, meg ki lehessen ütni, illetve ne lehessen kiütni, sőt lebegjen is, ez úgy van megcsinálva, hogy lebeg, tehát ide is rakhatom. Sőt, rajta kell, hogy legyen ugye ez az XP tag, azzal hivatkozok rá mindenhol. És ezt úgy lehet megcsinálni, hogy kérek egy Armor Standet, szokásos GIF parancs, és van rajta egy ilyen, hogy ez az entity tag. Így, ebbe kell beleírni azt, hogy mi legyen az Armor Stand. Entity tag, kettős pont, ugye a kapcsolzárójel, és aztán a Armor Standnek a tagjei. Tehát ez a marker, ez azt jelenti, hogy ne lehessen kiütni. Aztán itt van ez a invulnerable, ez is azt jelenti, hogy ne sebződjön. Illetve ez azt jelenti, hogy ne sebződjön. Aztán itt van az Invisible, hogy láthatatlan legyen, mellett a No Gravity, tehát itt vannak az Armor Standnek a taggei.
entity tag. Ez a dolognak a neve. A summonnál is ugyanez van, illetve a summonnál, a tojásoknál, hogyha én mondjuk leszeretnék rakni egy malacot, amin már nyereg van, akkor ugyanígy az entity tagbe kell beleírni az, hogy saddle 1. Gondolkodtam azon, hogy csinálok egy ilyen nyereményjátékot ezzel a szerkezettel, tehát, hogy összeraktok valami pályát, én megnézem, és a legszimpatikusabb mondjuk valamit kap a webshopból, mondjuk egy csabusás bögrét. Egyelőre még nem határoztam el magam, ez csak egy ilyen ötlet, de hozzászólásban nyugodtan írjátok meg, hogy szerintetek legyen-e vagy sem, szeretnétek-e ilyet. Én szívesen megnézném, hogy mit hoztok ki ebből a szerkezetből. Nagyon poén így repkedni. A letöltést természetesen leírásban, a kézikönyv óvjon.